Williams Televízió. Felső Pakonyon immár harmadik éve, hogy kibővítik a karácsonyi vásárt. A Petőfi téren a polgármester köszöntötte a helyieket, majd a figyelemfelkeltés érdekében sikítást vezényelve lobbantották fel a harmadik adventi gyertyát. Ha itt körbenézek, akkor azt mondom, hogy már megérte. Harmadik éve, hogy kibővítettük a korábbi adventi vásárunkat azzal, hogy felállítjuk a település karácsonyfáját, közösen díszítünk. Durko Évi és Ecsődi János révén elkészül a betlehemes jászol, és harmadik éve, hogy egyre többen itt vagyunk. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, nem győzöm ezt hangsúlyozni, a szervezőknek, az aktivistáknak, a segítőknek, azoknak, akik megtiszteltek minket, hogy eljöttek, mert úgy gondolom, hogy mi itt együtt nagyon nagyot alkottunk megint. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek, egy icipicit is hozzátett az ünnepünkhöz, és egy icipicit boldogabbá teszi egyik ember a másiknak, egyik felsőpakonyi a másik felsőpakonyinak a közelgő karácsonyi ünnepeket. Arra kérném a gyerekeket, hogy egy jó nagy sikítással adjunk jelt, és hogyha elég hangosan sikítunk és kiabálunk, akkor a gyertya meg fog gyulladni, és világítani fog a karácsonyfánk. Jó? Akkor számolok, jó? Egy, kettő, sikítás! Ezek szerint megpróbálkozunk még egyszer? Na, újra számolok, jó? Egy, kettő, sikítás! Most sikerült egy nagy kapcsolatot. Köszönöm szépen, hogy a hagyományokat idén is folytatjuk, hiszen harmadik éve, hogy itt állunk a téren, és most is csodálatos időjárás van. Persze a karácsony közelettével majd mindenki biztos várja azt, hogy hújjon majd a hó, és legyen fehér minden, de azért a mai nap itt a díszítésnél és a készülődésnél, meg a vásárosok, akik ugye készültek sok-sok finomsággal, azért nem bánták, hogy egy picit sütött a nap, és jó idő volt, és már-már tavaszias időjárás volt. Nincs más dolgom, mint hogy kellemes, békés ünnepeket kívánjak valamennyi felsőpakonyinak. A térség országgyűlési képviselője beszédében megfogalmazta, hogy mennyire megtisztelő számára, ha személyesen is kifejezheti karácsonyi jó kívánságait a felsőpakonyiak számára. Egy ilyen karácsonyi vásár nem mutat mást, mint hogy egy településen az összetartozás, az összefogás az milyen fontos. Gratulálok neked, János, hogy ezt a nemes hagyományt 3 éve megteremtettétek, és úgy látom, hogy foganatja van, mindenki jól érzi magát. Nem tehetek mást, mint hogy mindenkinek áldott békés karácsonyt és eredményekben, meg egészségben gazdag új esztendőt kívánjak minden felsőpakonyának. Az elmúlt hétvégi felsőpakonyi szeretett vendégségbe érkezőket nagyon sok felajánlás fogadta, hiszen forró tea, forralt bor és sütemény is várta a kilátogatókat, akik az adventi ünnepség során az általuk készített kültéri díszeket is felhelyezhették a Petőfi téri karácsonyfára. Thank you.
mint az én.